Shalom, אנחנו לומדים מתוך ספר תלמוד 10. Jó reggelt mindenkinek, a 10 sfira tanulmányából fogunk tanulni. 6. kötet, 16-os fejezet, mondják az oldalszámot a Héber könyvben, természetesen. A belső fény közepéről fogunk olvasni, és most már azt is megérthetjük, hogy. Tehát most már azt is megérthetjük, amiről Ari írt, hogy a második állapotnak az érzékelése a sabat éjszakáján, éjfél után, amikor a Zerapin felemelkedik az Ari Campinghoz, akkor a Jehidának a mohinjait akarja megszerezni, és ez csak a Garde Olam Dacia segítségével lesz képes felemelkedni az Acilúthoz, és a Zaddeacia, az pedig a pár szállat marad, és semmilyen tikunt nem ér el, korrekciót. Ez azért van így, mert az alsónak a hejtatáj a radlában, az még a Mohinda Jehidának a felemelkedése idején is az alsó hely, az felemelkedik a szájhoz, a pechhez, és az aktuális zivugra lép a Dalet behináján, de csak a Yesod de Malhut állapotában. És ebből a célból kifolyólag a Nukva de Zerampin nem tud felemelkedni, és nem tud összeolvadni ebben a zivugban, mivel semmi nincs ebből az állapotból benne. És ez azért van így, mert a Yesod és az Atara, azok gyakorlatilag a Nukva de, a Guf de Zerampin Nukvának az állapota, amelyek a zivug állapotában vannak a Zerampin és a Leák között, amely a Zerampin házaitől lefele érvényesül, és nincs hitspachut a Rachel behinája felett. És ebből kifolyólag a házaitól felfele a Zerampin felemelkedik az Ari Campinghoz, megkapja a Jehida fényét, és ezért a mekastól lefele, amely Rachel, ami az Zerampin nukvája, az Abaveima alatti szinten alatt marad, és nem kap semmit a Jehida fényéből. Ezért az Asszia is kizárólag gár állapotában, csak az ő gárja képes a hatalmas nukvától, Leától kapni valamit, és felemelkedni az Acilúthoz. Azonban az Addeasszia nem kap semmit ezekből a mohinokból, ezért nem is tud felemelkedni az Acilúthoz. Sőt, még a harmadik állapotában is, a sabat estéjének, amely a szürkületkor van, amely az Asszia alsó hat eleme, amely felemelkedik a Parszade Acilúthoz. Ez nem egy tökéletes emelkedés a Behina Dalet zivugja által, ahogy ez, hiszen ez felülről lehetetlen, tehát végezetül ő elrejtőzik a radla állapotában. Ezért ez az emelkedés, ez egy hozzáadás a szombathoz, a sabathoz, amely a szentségnek egy hatalmas területére utal, ami azt jelenti, hogy az ítéletek bár átitatják őt, ezért a Herach segítségével, amely szombatkor történik, a szombat szentségének megjelenése előtt már ez az emelkedés megjelenik. Tehát ez az emelkedés, mondja Rav. Tehát amely gyakorlatilag az edények töréséhez vezet bennünket újra, mert az edények, amelyeket használ akarjuk, azok olyan edények, amelyek kőszív nélkül állnak, tehát nincs az a 32 darab malkujot, amely bennük van, ugye, amelyeket nem lehet korrigálni a 320-ból, tehát 320 edény van, amely lezuhant a parsza alá, de 32, amely a Lamed Bet értéke, amelyeket tilos használni, ez a 32 malkujot, ez az egy tizede a 320-nak, és akkor kiderül, hogy a tetrasenot az az első 9 fira, a Mahuton belül, amely 288 szfíra, amit lehet használni, és a tudás fájának a bűne után az zivug az nem érdett létre a teljes Mahuton, hiszen a
beleértve a kőszívet is, ez az, amiről itt beszél. Tehát ez az összes zivug, minden összekapcsolódás, amely hozzánk elér a sabat estéjén is. Tehát a sabat estéje, ahol a fény felülről megérkezik, ugye a sabat a fénye. Ugye az a nem tudom, hagyadik órája a második napnak, ugye nem a mi világunkról van itt szó, mondjára. Ezek olyan változások, amelyek a spirituális szombaton érkeznek el hozzánk, tehát a teremtés utolsó megpihenő napján. Tehát itt van egy folyamat, amelyet ezen a módon nevezünk. Tehát a sabat estének nevezzük. Ezért az, aki belép a spirituális munkába, a spirituális állapotba, amely nagyon magas szintű munkának tekinthető, aznak meg kell tartani a sabatot, a szombatot, azaz az ő edényeiben. Új állapotok jelennek meg, azaz megjelenik a kőszív, amely alul marad. Ezeket az edényeket meg kell tartani, és ezek az edények folyamatosan belépnek az acirútba, tehát az adakozás cselekedete által. Tehát olvassuk csak még egyszer az első oszlopot, mert nehéz ezt megérteni. Tehát írva van, hogy az első állapot, amikor a zarámpén felemelkedik az abeve imához. Ez az első emelkedés. Tehát a zarámpén alul van, az abba ima alatt, és ez felemelkedik az abba imához. Ezt nevezzük úgy, hogy Bianna Resioná. Azaz, ez Ádám Harisson születése, amikor született Ádám Harisson, akkor a zon felemelkedik az abba imához, és akkor ez adta meg Ádám Harisson lelkének a születését. Még akkor is, hogyha ugye a hajának a fényét keltette föl, hiszen az abba imában hája fény van. Ez nem engedte meg azt, hogy mind a 10 firája Jecirának felemelkedjen és megkapja a fényeket, csak a gár része. Ez az első emelkedés. És akkor mi történik itt? Tehát a Hazede Jeciráig emelkedett csak föl, ott azok tudták megkapni ezeket a fényeket. Tehát csak Gárde Recirában jött meg, a Vágde Recira az alattamat a Párszának, mivel a Mohinda Haya az hokma, tiszta hokma fénye, ez a fény pedig az edények törése után, ez kizárólag tehát a parsz alatt soha nincs fény, mindig felülről lefele ragyog be. Tehát a megszerzési edényekben nincsen hája fény. Tehát ez a kabala edényekben olyan mértékben ragyog, amilyen mértékben azok képesek adakozásból felemelkedni. Ezért, amikor olyan mértékben van, hogy föltelemelkedni a bínához, mert az abave ima az ilyen értelemben elrejtett marad, mivel ő el van rejtve valódi abave ima elől. Ő csak vak állapotban van, tehát az alja ki van oltva, és a vak de hokma illuminál rajta valamilyen mértékben. Majd pedig, mondja Rav, ugye utána a gár része felemelkedik az edényeknek a jecirából, ugye, amely azt jelenti, hogy felülről lefele kap fényeket, és ilyen módon ő adakozásban van, és felemelkedik az acilúthoz, de a vak de jecira, amely nyilván van az a hab, amelyek a kabala edényei, a megszerzés edények a háze alatt, ezek nem kapnak semmilyen korrekciót, mivel nincs felülről lefele fény kiterjedés bennük, és ez egészen a Martikunig így van.
És azt is meg kell, hogy értsük, amit itt Rav a második állapotra ír. Ez amikor az NLP felemelkedik Abamimához, ez, tehát még magasabban emelkedik az NLP, mit jelent ez? Az Arikampihoz emelkedik az Abamimától. Mikor történik mindez meg? Ez akkor, amikor Ádám Harison megszületik, és itt akkor látjuk azt, hogy már túl vagyunk a szombat éjfélem, tehát az Zerampén felemelkedik az Arikampihoz, és elérje a Jehida szintjét, a Mohin, a fény, amit kapott, a Mohinda Jehida, az nem egy, az egy teljes fény, csak egy kis illumináció nyilvánvalóan. Azokon a edényeken, amelyek nem voltak összetörve, és a Gágátonáim és az Acilutból kiáldó fények, pontosan ezt jelentik, hogy tehát az át, az a parsza alatt marad, annak érdekében, hogy a korrekció megjelenjen ezek fölött az edények fölött, azok megkapják a Gárda Jehidát. Tehát ez a, tehát a jegyszerek az alapját is korrigálni kéne, de melyik fényjel? A haja fényével kéne korrigálni. És miután az alsónak a héja, az el van rejtve a radlában, a Rozsdári Kampinban, amely hokma, és ezért elrejtésben van. Tehát felül lefelé nem árad ki a fény, ezt jelentik, hogy radlában van, tehát az alsónak a héja, az radlában van. Ez a malhut. A radla egy rövidítés, ez azt jelenti, hogy a Rozsdári Kampinban illumináló hokma az alul a malhuttal való zivukban illuminál, de nyilvánvalóan nem a malhut hajtja végre az első 9 szférával a kapcsolatot. Ezt nevezik úgy, hogy a héj tata el van, tehát az alsó héj el van rejtve a rosában, a felsőnek a rosában ez a radla. És ilyen módon megjelenik a Mohinda Jehida, amely pedig felemeli az alsónak a helyét a pehhez, a szájhoz. Az a Rozsdári Kampin, ami, ahol megjelenik, ez nem a Bein a Daleten egy aktuális zivuk, hanem inkább a Jeszodon, nem a Malhuton magán, hanem a fölöttelő Jeszodon történik meg a zivuk. És ez a töréstől megóvja a malhutot, tehát ez az eredménye a törésnek, ahogy ezt tanuljuk a leckéket, tehát ebből kifolyólag a nukod, ez elámpít, nem tud felemelkedni ez a zivukhoz, és összeolvadni vele a malhut, tehát a malhutól nem lesz zivuk, tehát nincsen hely a malhutnak arra, hogy jöjjön, összeolvadjon és újra törésre menjen, tehát semmi nincs az ő behinájában, mert a Jeszud és az Atarade Jeszud, amely tulajdonképpen amely a Zerampin, és nem a Malhut, tehát ez az a Talade Jeszod, és ezért a Nukad, amely a Gubda Zerampin, nem, tehát amely képes a Zerampinre és a Leának az ivugjára, és az azt jelenti, hogy a házétól felfele a Zerampinon belül, ez nem a levus. Tehát, mint a Szent Templomból beöltözés, ugye, az Arikampionból beépítés, tehát itt még nincs hitpasut, felülről lefelé, tehát Rachel, az nem valódi nukma még, és ezért Rachel sír, is vagyok a történet a Bibliából, ő ki van üzve Jeruzsálemből, várja, hogy beengedjék Jeruzsálembe, tehát ezek mind azt jelzik, spitas jelek arra, hogy mi történik, de ő még mindig nem képes használni a saját nukva edényeit, és ebből kifolyólag a házétól felfelé jövő szintjei a Zerampinnak felemelkednek az Arikampihoz, megkapják az Orje Hidát, úgy mutatja Rav. Ez nem, tehát nem teljes Jehidát kap, hanem az Arikampintól ugye, és akkor Rachel, az pedig az Abaveimánál marad lent. Tehát ő nem kap semmit a Jehida fényéből, tehát ő nem tud felemelkedni a Zerampinnal az Arikampinhoz. Ezért az Asszia is így leírja, tehát egy másik állapotban, tehát ezért az Asszia is csak a gár szintjéig, ami a dadakodás szintje,
tud felemekedni, ahol Nukva, Lea, majd ezen keresztül felemeljük a Zerámpiót, de az Adde-Acia pedig nem kap semmit ezekből a fényekből, azért, mert nem tud felemekedni az Acilúthoz. Azaz mondja Rav, a Bia, Bria, Yetzir, Acia, Acia világai, és az ő ahapjaik nem tud fényeket kapni, vagy nem tudnak fényeket kapni, egyetlen ok miatt, amely, mi, Niv, az, hogy a Malchut, az alsó héj, az el van rejtve a Radlában. Ott nincs fény. Ami ezeket a fényeket le tudná vonzani felülről, és Zivugra tudna lépni velük. Tehát ennek megfelelően nincs Aliya sem. Tehát az, hogy az igazi Zivugra történne a Malchutban nem történik meg, mert nincs ilyen. És ezért meg kell, hogy értsük, hogy a Yesodon szintjén történik, a Yesod, a Malchutnak a Yesodján történik Zivu, amely az Elempihoz tartozik, és nem teljesen a Malchuthoz. Tehát meg kell ezt hallani, miről beszélünk, nyilvánvalóan, amik a szavak valóban nem válnak mindennaposan számunkra, addig nagyon nehéz ezeket megérteni. Na. Lusta olvasó, mondja, olvassad. Sőt, még a savat estének harmadik állapotában is, amely a szürkület, az Asziának az alsó hat része felemelkedik a Párszadácilúthoz, azonban ez nem egy teljes emelkedés a Behina Dalet Zivugja által, és ez felülről meghatározott módon lehetetlen. Ezért ő, azaz a Malchut el van rejtve a Radlában. Sokkal inkább ez az emelkedés egy hozzáadás a sabathoz, amely egy hatalmas uralma a kedusának, ahogy az írva van, hogy minden ítélet áthatja őt, ezért ez a hejárá segít, de kizárólag sabat estéjén, de még csak nem is a sabat szentségének pillanata előtt. Ari pedig azt írja az élet fájában, hogy Adam Harishon nem tud korrigálódni kizárólag a felső világok által, tehát az Asziában nem tud korrigálódni, amely tiszta klipa, és ez a világ, ez az ahor-ahor állapotában marad, stb. Na, még olvasok el, csak mondja rá, mert ez nehéz. Sőt, még a harmadik állapota is a sabat estejének, amely a szűrület, szürkület, Rav, mi a Behina Alefről beszélünk, amikor az Erampin fölemelkedik az Abavimához, aztán az Arik Campinhoz. Tehát mindenek az Acilúthoz kell fölemelkednie. Ami történik itt utána? Amikor az Asziának az alsó hat része felemelkedik a Párcán túl az Acilúthoz. De hogyan lehetséges ez? Tehát mindenféle megszorításokban vagyunk, amik nincsenek eltörölve. Tehát mi az, ami itt engedélyezve van? Tehát a kabbala megszerzések összes edényei felemelkedik a Párcához, és akkor a Jehidának, szintén a Gárda Jehidának is ragyognia kell. De ez valószínűleg nem a tiszta Gárda Jehida, hiszen nincs még a megszokott szintje alatt. Azaz különböző megszorítások vannak itt. És az összes edénynek meg kell tisztulnia azért, hogy elérkezhessen a Gmar Tikun, azért az Ein Sof az összes világban megérkezik, a Sion Dasiában megérkezik, és az összes világ fölött ragyogni kezd teljes feltárulásában az összes edény, mert az összes világok azt jelentik, hogy ezek az edények nek teljessé kell válniuk, totálatos formaegyezésben a Teremtővel. Miről van itt szó? Tehát van itt néhány megszorításunk. Az első megszorítás az a Pársza, ugye előtte már beszéltünk, mondja Rav.
hogy a pársa mennyire okosan van kitalálva, hogy valójában mint egy különleges szoftver lenne. Tehát nem csak, hogy egy pársa, hanem ahol egyfajta merdinus ránk kattan, hanem nekünk néha el kell érnünk egy bizonyos fajta feltételrendszert. Tehát nézzük meg, itt van Nessie, figyeljétek meg az arcát. És nagyon azt gondolom, hogy nekünk nincs is problémája. Ez a két ország is kapcsolatba kell egymással. Össze megnézzük a részleteket. Nyilván azt már általában az ilyen szerzéseket jogászok intéznek. Hirtelen problémák jelennek meg. Még a legkisebb dologban is attendumokat írnak hozzánk. Tehát mi ezeket ismerjük. Tehát nekünk el kell élni valamit, amit eredetileg nem értünk volna el. Tehát a pársa az nem egy kis vonal, ami feltárul. Nyilván ez a saját gondolatainkkal működik. Tehát, és a pársa az az, ami örködik tulajdonképpen a megszerzési edényeket szétválasztva az acilluttól, és nem is engedi összekapcsolni őket. Tehát az adakozásnak az erény edényei. Na, és akkor olvasd. Tehát a haszadim is megjelenik a párca alatt, tehát kik az igazak és ki nem. Megint a kegyelmi fény, nem probléma. Tehát ha az acélban vagyunk, akkor a fény ez elkezd ragyogni fölöttünk. Tehát az egyik a gár része, a gálgáltó részei, az amikor még a beriától azok is felemelkednek, aztán a jecirából is felemelkednek az acélúthoz, aztán a gálgáltó elmegy az alciának is felemelkedik az acélúthoz, na olvasd. Tehát az ahap, tehát a Beria, Jecira, Asziának az ahapjai, azok meg vannak szorítva, és ki van szorítva a fénytől, ugye? És ez a fajta emelkedés, a süllyedés, amely ilyen módon jelenik meg, Sabat estéjén. Tehát ez nyilvánvalóan, miért van ez így? Azért, mert a... Miért? Mert a sabatkor van, amikor a felső fény ragyog fölöttünk. Tehát a sabat estéje az, ahol az alsó részt vesz ebben, tehát... Tehát hogyan történik mindez a spiritualitásban? Tehát sabad estékor, ugye amikor jön a szürkületi idő, amikor az asziának a hat, alsó hat része, és a beriának is az alsó hat része, nyilvánvalóan aztán egy jecirának is az alsó hat része, és az asziának is az hat része, ezek felemelkednek, és ezt ilyen módon létrejönnek a törések, azért felemelkednek az acilluthoz, és ők csatlakoznak a gálgátához, és az a... Tehát ez nem a bínának a... Az ereje, mert felemelkedik a malkuthoz, tehát így a bína együtt van a malkuttal. És ezért ez a malkutnak az edényeihez kapcsolódik, amely lenullázódik a bína előtt, amely alul van, és ilyen módon felemeli ezeket, ez világos? Mit jelent az, hogy nem? Tehát, mint az olyan lennétek, én más magyarázok, de nem figyeltek. Tehát, mint a kisgyerekek úgy viselkedtek. Tehát... Tehát a gyerekek fölemelkednek hozzám, az óvisok, mintha velem emelkednének bárhova, ahol én megyek. Úgy kezdte elkezdeni, tehát a Bina, az óvónéni, nyilván nem egyedül emelkedik fel a saját helyére, hanem magához viszi a malkutnak azokat a részeit, amelyek összetapadásban vannak vele. Tehát ezek fények tulajdonképpen.
És akkor ő magával viszi ezeket a részeket, tehát az asziának az alsó hat része, ami fölemekedik a párszán keresztül az acilúthoz. És, de ez nem egy teljes emelkedés, amely a bejön a dalet teljes zivugján kellene, hogy megtörténjen, hiszen ez felül elrendezve lehetség, lehetetlen. Tehát végső sorom, az alsó héj el van rejtve a radlában, és akkor sabatkor hozzáadjuk ez a fajta hozzáadás, hogy ez a hat szféra fölemelkedik egészen az adakozás szintjére, és ez visz el bennünket egy újfajta felismerésbe, mert azért, mert van egy felső felébredés, meg egy alsó. Tehát a teremtőnek egy befolyása van rajtunk, tehát mintha mi munkánk az erre való válasz lenne. Mit jelent ez, hogy sabatkor egy hozzáadás van? Ez a szentségnek a hatása, ahol minden ítélet az megmarad, és az ego az ilyen módon emelkedik fel az acélúthoz, és a fény, amely ragyog felülről lefelé, viszi fel ezeket az edényeket a szentsége való kapcsolatba. Tehát ez az, amikor belépünk a... De nem is olyan az influence, a befolyás, hanem inkább... az adakozásnak a birodalmába. Tehát ez valóban a felső szentségnek a területe, amely uralkodni kezd az edény felett, és ilyen módon olyan lesz válik az edény, amely felemelkedik, de mint ami ahova felemelkedett. És ezért az összes... Ezért ez a fajta ragyogás, ez kizárólag sabatkor jelenik meg, és sabatkor segít, olvasara. És de nem korábban, mint a sabatnak a szentsége, amikor megjelenik. Tehát ez is a szentségnek egyfajta leírása. Az embernek el kell ezt fogadnia, és akarnia kell a szentségre. Na, Gilad, gyorsan. Van itt valami furcsa. Hát pontosan ezek az ellenállások, amelyek a Malkutnak vannak adva, hogy ne legy, tehát az Abaveima és a Primi, tehát ezek azok, amelyek távol tartják a korrekciót a Malkuttól. Igen, ez így van, ugye, annyira a könyvből olvasták, nem is már másképp. Tehát, most kérdezhetném, hogy miért van szükség arra, hogy itt vannak resimók alul, amelyek felébrednek. Miért van szükségük a teljes rendszerre, amely itt működik? Tehát, amelyek ilyen módon ismétlik önmagukat. Tehát miért van mindenre szükség? Mit akar a teremtő elérni ezáltal? Tehát ezt meg kell, annak érdekében, hogy ezt megértsük.